Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, Atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van, mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük, könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid ők. Hiszen a tiéd mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban, ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Ezek az evangélium igéi.